Hát gyönyörűek voltak ezek a babák, de most egy egészen más témával folytatjuk. Naptár készült az illatos úti kutya menhely megsegítésére, azonban van, akinek ez nem tetszik. A felkért művészeket arra akarja valaki rávenni, hogy lépjenek vissza. Mi állhat a háttérben, erről is lesz szó a következő percekben. Köszöntöm vendégeimet, Kőbárit olimpiai bajnokot és Óvári Klárát, a Vigyél Haza alapítvány elnökét, valamint Macit. Hát jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ki ez a nő, aki állítólag megfenyegette azokat a művészeket, sportolókat, közéleti személyiségeket, akik részt vesznek ennek a naptárnak a fotózásában? Közvetve értesültünk erről. Ezeknek a művészeknek e-mailt írt ez a hölgy, hogy szeretné megakadályozni a naptár létrejöttét. Mi ezt a hölgyet nem ismerjük, soha nem találkoztunk vele, nem beszéltünk vele. Az illatos út úgy tájékoztatott minket, hogy évekkel ezelőtt ez a hölgy járt oda besegíteni az illatos útra, de több éve már nem is látták. Tehát akkor illatos... egy állatvédőről van szó? Igen, egy állatvédő, de az illatos út is értetlen az ügyben. Egyszerűen nem értik ők se, hogy ez miért történt. Rita, te is kaptál ilyen levelet? Vagy felhívott téged? Vagy nem, hála a jó égnek, de hát én ugyanúgy mosolyogtam volna, ahogy most. Mert hogy azért tényleg kell súlyozni a dolgokat. Szóval nem csak az én egóm és az én állatmentésem létezik, meg nem csak az én világom, hanem más is. És nem is értem, hogy miért kell ezt... hiszen tudjuk, az életben van születés, elmúlás, ez mindenhol így van, embernél, állatnál, tehát ez benne van, de ha teszünk egy ekkora picit, akkor ez később ekkora lesz, és ha ezt meg akarom akadályozni, akkor valószínűleg azért a sokért. Évek óta lehet róla tudni, hogy segítesz nem csak az állatmentő alapítványoknak, hanem nagyon sok minden jótékonysági célhoz teszed tele a nevedet, a védelmet. Mesélj nekünk arról, hogy ezért, ide miért? Miért tartod fontosnak? Hát amikor Óvár úr megkeresett, akkor második telefonra derült ki, hogy én onnan hoztam az illatos úti menhelyről az én kis puli kutyámat, akiről kiderült, hogy ugyan nem létező, de egyébként törpe puli, teljesen puli, csak egy pici, valószínűleg azért adták be a menhelyre. Így aztán nekem az illatos úttal úgymond közvetlen kapcsolatom is volt. Én elhatároztam, hogy ha legközelebb lesz kutyám, akkor azt menhelyről hozom, hát ez meg is történt. Úgyhogy ezután is így fogok tenni, de semmi problémát nem láttam ott. Ha én az én öreg kutyám majd egyszer elmegy, akkor majd mindig öreg kutyákat fogok örökbe fogadni, aki egy-két. És milyen volt a törpepuli, amikor te elhoztad? Tehát akkor hát, mennyi most idős volt? Voltak-e már neki olyan sérülései? Semmi, az ég egy ötlet, 5-6 hónapos körül lehetett. Tehát nem volt probléma. Én körbe mentem ugyan, mert én tanyán élek, és én egy őrző kutyát szerettem volna. De én mertem volna nagyot is örökbe fogadni, csak olyan nem volt, amilyet én szerettem volna, csak ilyen középtermetőek voltak. Milyen kutyus akkor. Maci? Neki mi a története? Tulajdonképpen az, hogy az alapítvány létrejött, neki sok köze van hozzá. Egy évvel ezelőtt a férjem külföldre utazott üzleti útra, és mire hazajött, addigra megleptem Macival. A Maci a második szomszédukban élt, meghalt a gazdája, egy 10 éves kutya volt egy évvel ezelőtt, és magára hagyták az örökösök. És a férjem, mikor hazajött, akkor mondta, hogy talán nem biztos, hogy jó megoldás, hogy a meglévő kutya és cicák mellé újabb kutyákat hordok haza. Tulajdonképpen jobb lenne, ha nem egy kutyán, hanem nagyon sok kutyán segítenénk. És innen jött az ötlet, hogy csináljuk nagyon ezt az alapítványt. Kíváncsi vagyok arra, hogy ilyenkor a kutya választ magának gazdit, vagy a gazdi azt mondja, hogy nekem egy házőrzőre van szükségem, vagy olyanra, aki segít nekem, aki megvéd engem is, és ez a kutya a legalkalmasabb rá. Vagy tényleg van az a pont, amikor a kutya úgy néz az emberre, hogy őt muszáj hazavinni. Igen, igen, az a pont van. Meg gyerekeknél van, interneten meg lehet nézni. Tehát én például én célirányosan mentem, hogy én erre szeretnék egy állatot, hogyha együtt tudnánk dolgozni. De nem probléma az sem, hogyha, mert én hozzám már téved be halál előtti kiskutya, aki 2 hónap múlva elment, csak oda jött meghalni, hogy egy kicsit békében. Tehát ha jönnek ezek a dolgok, sosem véletlen. És ez a kutya is, hogyha oda elmegyünk, és ő jön, akkor hát ők már társállatok, tehát nem házi állat szindróma nekem legalábbis, hanem társállat, és együtt lehetünk. Én úgy tudom, hogy azért ezek a rendezvények sikeresek, tehát több száz kutya gazdálata lát már így, és ezért... Ennek a naptárnak a bevételét is az illatos úti menhelynek a felújítására és a kutyákra fogják fordítani. Természetesen... Most bocsánatot kérek, hogyha kijavíthatnám, ez nagyon lényeges, hogy ez nem menhely, ez az ebrendészeti telep. Itt tulajdonképpen csak egy időszakban tartózkodhatnak ott
nem végleges megoldás. Addig tartózkodhatnak ott a kutyák, amíg valaki örökben nem fogadja őket. És hát a másik sajnos szomorú tény, hogy 94 férőhely van az Illatos úton. Tehát miután az Illatos útnak kötelező minden kutyát bevenni, hogyha nincs hely, és jön újabb kutya, a legesélytelenebb kutyát el kell altatni. Szóval ez a különbség a menhely és ugye az ebrendészeti telep között. Ezért is nagyon fontos, hogy akkor segítsenek, hogy önök is segítsenek. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Köszönjük szépen.